Október 12-én helyhatósági választást tartottak Magyarországon. Polgármesterre, a megyei közgyűlés összetételére és egyéni választókerületi képviselőjelöltre lehetett szavazni. Az országos általános részvételi arány 44,3%-os volt, Pest megyében nem érte el ez a szám a 41%-ot. A keleti Pest megyei térségben több helyen az 1990-ben történt rendszerváltás óta 7. önkormányzati ciklusát kezdi a polgármester. Például Gödöllön dr. Gémesi György, Ikladon Madarász István, Veresegyházán Pásztor Béla. Több helyen újra választották a korábbi polgármestert, ilyen település Aszód, Csömör, Domony, Galgahévíz, Kistarcsa és Tura. Viszont néhány településen új polgármester kapott bizalmat a helyi lakosságtól, mint Bagon, Hévízgyörkön, Kartalon, Mogyoródon, Szadán. Az idei önkormányzati választáson a korábbi 4 év helyett 5 évre választottunk tisztségviselőket. Ugyanezen a napon lehetett szavazni a nemzetiségi önkormányzatok jelöltjeire is. Néhány településen többségében roma, kevesebb számban német, lengyel, szlovák kisebbségi önkormányzat lesz. Az alakuló üléseket, ha a választási bizottsághoz panasz nem érkezett, október 27-ig kell összehívni.